Tisztelettel és nagy nagy szeretettel köszöntöm az Örömzenek Kórus Alapítványának bárjára összes öreget, kedves vendégeinket. Különösen tisztelettel köszöntöm Budai Mihály urat, aki már 18 éve támogatja kórusunkat, mindig egyet köszönöm. Nagy nagy szeretettel köszöntöm Csáki István urat, polgármester úr volt Salogvára, most képviselő úr és vállalkozó, aki nagy nagy segítséget tett a kórusunknak, már a nyáron is, mikor az erdélyiek itt voltak és erdélyül látott bennünket, és most is azzal, hogy elvállalta az italmérést, és így nagyon-nagyon jó kezekre teljesen hivatalosan tudjuk ezt megtenni. Köszönöm szépen egész családjával együtt! Nagy szeretettel köszöntöm Kis György atyát, aki most Lombai prémános. Nagyon örülök, hogy eljött közénk. Mi is vendégeskedtünk nálam Lombán az adventi időszakban. Egy nagyon szép kórusfesztivál szervezett az atya. 5 kórussal, és utána hát nagyon-nagyon finom lakomámra várt minket. És hát amíg itt volt, addig is mindig a szemét rajta tartotta a csapatot, és mi is mehettünk vele börtönmisszióba, börtönszolgálatra is. Nagyon szeretettel köszöntöm Gergely András Nyírász Éva igazgatóasszonyt, a Salomvári Általános Iskolának az igazgatóját. Nem tudom, merre van Éva, hogy van közében. Az egyházzenei táborunknak most már 6 éve, ebből nem az összes 6, de több évben már Salomvárad otthon, és Éva mindig nagy szeretettel fogad bennünket, és nagyon nyugodt, rendezett, szép körülmények között tarthatjuk az egyházzenei táborunkat, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük neki, és örülünk, hogy elfogadtam meghívásunkat. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most szeretném köszönteni az itt mögöttem álló, felsorakozott, gyönyörű szép csapatot, kicsiket, fiatalokat és felnőtteket, a mi kis szülői közösségünket, akiknek köszönhető, hogy ez a bál létrejött. Sok-sok munkával díszítettek, terítettek, dolgoztak azért, hogy ma egy jó hangulatú, nagyszerű estét tudjunk együtt eltölteni. És hát a gyerekek, akik egyben fő ünnepeltek is, hiszen mindig az egy-egy éves szolgálatot köszönjük meg ezzel a bállal, hiszen ők a vacsorát jutalmul kapják, és ezt az estét azért, hogy egész évben sok-sok szolgálatot tettek. Ez az idei év is csodálatos volt, megtartottuk a szokásos, szép hagyományőrző rendezvényeinket, jártunk Szent István túrát Hagyárosbőrödön, volt Örömzene Kórusfesztivál, most már mondhatom, hogy 3 egyházmegye kórus találkozója volt, hiszen Kaposvári egyházmegyéből, a Veszprémi egyházmegyéből és a Szombathelyi egyházmegyéből is voltak kórusok, 5-en, a Mindszenti iskola kápolnájában tartottuk, és dr. Bem László volt az, aki eljött az egyházmegye zeneigazgatója, és értékelte a kórusokat, amikor lehet. Miseszolgálataink is, a vasárnapi miseszolgálataink is szépen haladnak ebben is, illetve a nagyobb liturgikus ünnepekre is készülünk. Különösen nagy feladat volt számunkra az adventi időszak, 8 fellépésünk volt, csak ebben a rövid kis 4 hétben. Az egyik az atyánál volt ez a Gaudate vasárnapon, a gyönyörű szép kórusfesztivál. Aztán jártunk a gyermekotthonban, szerepeltünk Pozván egy édesapáért, egy rákbeteg édesapáért, egy jótékonysági este. Bakon léptünk fel a templomba, gyönyörű szép nagy székesegyházi méretű templom. Úgyhogy nagyon sok szép feladat volt, és még itthon is, hiszen adventi koncertet tartottunk itt a Szent Györgyi Kultúrházban, és hát a Szentestekor pedig betlehemes játékot mutattuk be. Egy szép kis csuhé bábfigurákat raktunk össze, ez volt most a pásztorjátéknak a műsora. Nagy-nagy öröm, hogy ezt a nagy csapatot itt tudhatom együtt magam mögött. Ez is egy baki fellépés után született az egyik szülők. Elárulom, Hajnika.
mondta, hogy Maria, van azért valami, ami még hiányzik innét a csapatból. No, micsoda, biztos, hogy van nagyon sok minden hiányosan. Hát az, hogy mikor fogunk együtt énekelni. Úgyhogy most összehoztuk erre a pályra. Mindig valami újítással készülünk. Úgyhogy most fogadják nagyon szeretettel majd elsőként az egyesített örömzene szülői, családi kórusnak a fellépését. Egy szomorú kötelességnek, feladatnak is szeretnék eleget tenni. Mindannyian tudjuk, hogy a múlt héten elhúnyt Hetz Ernő atya, aki 30 évig volt itt a plébánosunk. Mi atyával a 90-es évek elején ismerkedtünk meg. Én tanítottam éneket magodban, ő pedig hittat oktatott. Nekem már akkor nagyon szimpatikus volt, hogy a gyerekek körbe rajogták, körülvették, húzták a reverendáját. Mindig volt mindenkihez egy-egy jó szava. Neki pedig a nagy-nagy álma volt, hogy egyszer egy egyházi kórus legyen itt Zalaszentgyörgyön. És amikor mi ide költöztünk a családommal, akkor ez az egyházi kórus megszületett. 1997-ben erre utal a Székkisgyertyák ott lenn, az Alfa és az Omega 97-es dátumban. Sokféle volt plébános, de talán a legtöbb időt itt töltötte, és abból, abból az időből én egy 25 évet ismerhettem őt. Nagy szerencsének tartom ezt, hogy én megismerhettem őt, és hogy ezt a gyönyörű kórust, ezt az egyházi kórust együtt elindíthattuk. Bár ezek a kis gyerekek most konkrétan nem ahhoz a csapathoz tartoznak, akivel együtt elindultunk, én mégis úgy gondolom, hogy azt a nemes célt és azt az álmot, amit ketten megálmodtunk annó, azt ez a csapat viszi tovább. Mi vagyunk, akiket az egyházmegyei kórusfesztiválra hívnak. Ezek a gyerekek aranyminősítést, aranydiplomával minősítést értek el kórus éneklésben, és ők azok, akik vasárnap a mise szolgálatban is részt vesznek. A műsorunk elejét ezért úgy gondoltam, és együtt így gondoltuk a gyerekekkel és szülőkkel, hogy Hetz Ernő atya emlékének szánjuk. Bizonyára nagyon-nagyon boldog lenne és örülne a szívem, hogy a családokkal együtt hallja énekelni, és hogy újra 40-en itt vagyunk a színpadon, és keresztény, egyházi, karitatív, katolikus dalokat énekelünk. Egy szép kis idézetem van, de sajnos azt lent hagytam a táskámba, hogyha megengedik. A kórusnapot néztem át, amit együtt indítottunk 97-ben, és egy döbbenetes beírást találtam. Ernő atya nyitotta meg, az ő kezdő sorai ezek. Ez így szól. Elindultunk bátran, örömmel a szívünkben, s ajkunkon dallal, nagy-nagy örömmel, örömöt énekelve, örömöt hordozva. Kalkuttai Teréz anya mondta, vagy írta valahol, hogy az öröm erő, az öröm szeretet, az öröm imádság, az öröm béke Isten és emberek felé. Ezt az örömöt kell továbbra is hordoznunk, akkor semmi szomorúság nem tud utat találni a szívünkbe. Ezek Ernő atya szavai és orai, amiket beírt a kórusnaplóba. Kedves Ernő atya, erőnk közmérten igyekszünk ezt az örömöt hordozni, tovább hívni. Ezekkel a szavakkal szeretnék én is búcsúzni, a saját szavaival, és akkor fogadják szeretettel tőlünk emlékképpen ezt az első zenés verses összeállítást. Thank you.
csak jön, iszik vizemből, nem köszöni meg, de felülül. Ingyen csobogok, másokért fáradok, és mindig egyformán vidám vagyok. Oly egyszerű így az élet, oly szép, csak adni, csak lenni másokért. Thank you.
boldogságos Szűz Mária, Isten anyja, segíts, hogy mindig gyermeki szívünk legyen tiszta, tiszta és finom, mint a forrás. Ó Istenem, mikor foglak szeretni úgy, mint ahogyan a gyermekek szeretnek? Még soha se szerettelek, de szeretnélek szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell lennem segíteni. Fogom a kezed,
Uram, adj erőt, hogy járjak utadon. Uram, adj szeretetet, hogy végigjárjam utadon. Adj erőt, hogy minden erőmmel a Te akaratodat teljesítsem szeretetben. Ha más nem, hogy sem megy az imádság, legalább szerezzünk másnak örömet. Ez a legszebb imádság. Szomorúságunkkal eltakarik embertársaink előtt Isten arcát. Szüntelen, Jézus, áll a szóval, szüntelen.
és megtisztelt bennünket a Pálmaci Horváth Ádám Zeneiskola tanárnője Ispán Judit, aki gitártanárnő, gitárművész és a mester és tanítványa fog együtt játszani. Standi Mónika fog énekelni. A darab, amit előadnak, egy szép átvezetés most a Vidám percekhez. Eric Claptonnak egy gyönyörű száma, nagyon aktuális most, hiszen a fia halálára írtam. Úgyhogy fogadják szeretettel most akkor elsőként Kocsis Dániát a gitárnál, tanárnő Éva Ispán Judittal, és Eric Clapton gyönyörű szép dalát pedig Standi Mónika fog elénekelni. Thank you.
éneket, és hogy akkor most már tényleg a musical világba érkezzünk, a Kabaré című musicalből következik egy szép dal, New York, Standi Szilvia előadásában. I'm making a way.
do re mi, do re mi. Az első három halljam mi, do re mi, do re mi fa sol la ti. Egy szép zöldöm, réd liget látunk réd. Mi egy emmet hosszú í, fáha fáj fülött a ti. Szó, ez szórakoztató, lát
Ami akár az arszpoétikánk is lehet, jöjjön fel a szülői csapat is.